Sziasztok! Akkor ugye először volt a lengyel, aztán a cseh, aztán az orosz modellgyárak, de még az orosz után még találtam, illetve szereztem kettőt, egy régi. Ez egy Mi 8-as. Ez egy az 50-es. És elég pontos, de adjál belül nem sok van, csak két ülés van hozzá. Ez egy szögletes ablakú. És egy lóvó fapados, ez a angol Wheatley bombázó. Igen, van egy már összerakva, az is volt már annak a ezeknek a kabinja, tök izé volt, ilyen homályos. Ez pedig mint hogy a most jött volna ki a gyárból. Egységes, hogy még a kezdetén jött ki, mert nem sorjás, és teljesen tiszta a kabin, mint egy eredeti új Frog, vagy egy újonnan kijött modellnek. Teljesen tiszta a kabinja. És mondom, nincs benne sorja se. Kezdjük az NDK-t. Az NDK nekem 63-ban volt az első. Az az IL-14-es volt, amikor megszereztem. És ez a doboza. Hát ez nincs már meg. Nagyon gyenge volt. Főleg a futómű elég csúnya volt. És aztán annak idején én rendbe hoztam, tehát jóval később, mert ez a gép, ami első, az nem is értettem annyira hozzá. Az a szagasztó beszaradt, aztán nem tudom hova lett. Tehát nem tudtam összerakni, csak 64-be, de akkor nem ez volt az első, hanem a 204-es. És ezt a dobozt is később szereztem be, csak ez van belőle. Van egy matrica, meg az összeálltási rajt. 24 forint. Tehát ebből nem maradt semmi, és 64-be jött a 204-es, azt hiszem, és az sincs már meg, illetve szereztem egyet, most restaurálni kell. Ez a 204-es. Már sorrendben nem nagyon tudom, hogy mik jöttek, azt hiszem a vegyessel jött ki. Még az IL-18-as, ami szintén, hát valamikor megvolt, de hát nincsen meg, aztán szereztem egyet. Tehát ez új szerzemény, mert ezt tavaly szereztem a bólapiacon, és össze van rakva, de nem nagyon sérült, csak kereke hiányzott, amit pótoltam. És az a lényeg, hogy ez egy Interflug, ezt ad hozzá mindig az NDK. Én repültem IL-18-ason, csak nem Malival, hanem pontosan Interfluggal. Akkor mentem a NDK-ba 79-be. És
Hát egy internetről szerezte a barátom ezt a festést. Ez az IL-18-as, ez Antarktiszon használták, ott használták ezt a talanysárga síkokat, meg festést által a farkon, rétcsavar. És kereke nem volt, azt már pótoltam. Szerencsé nekem annyi alkatrészem, hogy mindig sikerült kipótolni. De hát jó lenne egy dobozba egy originál, de hát az nincsen. És valami ukrán cég állítólag gyárt balév matricákat, de hát 8000 forint. Egy az egy a százas NDK gépeket lehet kapni. Mindenféle balév matricát minden gépre. Hát aztán nem tudom a... A kis IG-21-es. Az már mutattam, nemrég szereztem ezt a kis izét. Ez a kis brigadír. Ez az L-60-as. De nem ez az első dobozos, ez egy későbbi kiadás. Mert ezen cseh van, azon meg még NDK volt. Ez a kis. A MiG-15-ös. Ez egy az 50-es. Kettes. Ez egy a 75-ös valójában. Aztán. +234-es. Van egy összerakod, de hát restaurálni kell, nincs kész, még nincs futóműve, nincs lefestve. Ebben az az érdekes, hogy nekem szerencsé volt, nem nagyon szeretem a NDK felségjelet. És ebben szerencsére Aeroflot matica van. De hát ez sajnos meg így maradt dobozba. Micsoda. Aztán mi van még? Ja, a 24-es. Ezt is tavaly szereztem a bólapiacon, és alig volt sérült. Egy légcsavar tölt le, meg itt kettő, meg az orrfutó hiányzott. És ugye a NDK kopott macitát lekapartam róla, és én Aeroflotot csináltam belőle. Nekem ez jobban tetszik, ez a piros-kék-fehér. És nyáron szereztem egyet dobozba is. Már van egy dobozba is. IL-62-es. Ebbe is Aeroflot volt. De ebből most nem az van, az orosz IL-18-as van benne. Már mutattam a múltkor. Ez a NDK IL-62-es. Jak 40-es, az is van egy összerakott futómű nélküli, azt is majd rendbe kell hozni.
túl 114-es. Ez nem az első dobozos. A földön állnak a 214-esek, az első doboz, de ugyanaz van benne. A 254-es, szintén azt nem tavaly vagy tavaly előtt szereztem. Ez is már későbbi kiadás, mert ugye makett fotós ez. Nem grafikás, ez a késői NDK-nak az utolsó rúgásai szerintem. Itt az I-60, vagy a 254-es. Ezt még a Bóla piacon vettem, ez is kicsit sérült volt. Nem tudom vele mit csinálják, mert ennek van a futóműje van, nem tudok olyat csinálni, az tényleg a három kereke van. Meg van az orrfutó, meg az egyik oldal, de az így nem jó. Hát egyre nem tudom. És ez is gyártanak marlin macicát, csak hát iszonyi árba kerül. Ez a 54-es. Aztán 244. Ebből kettő van. Jó lenne egysin egy A12-es originál dobozra. Ez a későbbi kiadás, ez az első kiadás. Ennek még így, így felszáll éppen. Vagy leszáll, nem tudom, mindegy. Ez a 244-es. A12-es is tavaly szereztem, össze volt rakva, alig sérült, csak a légcsavarak törtek le. Ez egyszerű szürkére volt lefestve, amit szintén átfújtam, és csoda történt, azt is mondhatnám. Az a matic, ez itt vicc, valahogy nem stimmel, NDK elcseszte. Másik pedig a szárnya túl rövid, ezt kitoltottam, vagy 3 centivel, mert nem tudom, miért a 172-eset is hozzáhasonlítottam, és látom, hogy a nagyon rövid a szárnya. Tehát ebben volt Aeroflot is, meg katonai, tehát egyszerű szürke. Ez a 1. És azért mondtam, hogy viszonylag egy csoda történt, mert egy barátomnak mondta, hogy ott van a szekrény tetején egy A12-es doboz. Benne összeálltási rajz és matrica. Úgyhogy így majdnem teljes, csak hát nem originál. Azért lenne jó egy dobozba is. Ez különben ez a katonai, de hát nem jó, mert sose volt zöld színű. Nem jó rajz volt az NDK-s. És nem mutattam. Ja, helikopter, a Mi-6-os. Ez nem egy a 100-as, ez egy a 85-ös. Szintén új szerzemény. Ez a Mi-10-es. Félig el volt kezdve. Már készen van, majdnem csak fújásra kész. Mert ugye külön nem teszem rá ízét a motort, majd utána. Ez a B10-es, az orosz, ennek a változat kiadta az a hosszú futóműves, ami a emelő daru, vagy a daru. Tehát úgy hívták, hogy repülő daru, vagy nem tudom mi. A teher, tud teherszállító, de az orosz adta ki, csak nekem már nincsen meg, valamikor megvolt. Itt vannak a kerekek. Tehát minden megvan hozzá, csak hát ugye fújás után szoktam rátenni. Matica is megvan. Ez a legújabb szerzemény.
I-28-as szintén a nyáron szereztem. És most szintén három darabot szereztem összerakva. Mindegyikből hiányzik valami, de már megnéztem, hogy hogyan tudom összehozni. Nem valami pincébe, majd azt is restaurálni kell, hogy legyen egy összerakva is. Ez a JAK 24-es. És 1.72-es már a utolsó. Hát ez a Berlier 6-os, ez nem valami, a motorja teljesen rossz. Ez 1.72-es. A 2-es. Ez egy háború utáni tukettes, négy egolék csavarral. Ezt nem találtam meg. Valami megvan összerakva, valamikor csináltam, de én három egolék csavart tettem rá. De mondom, ezt nem találtam most meg. Nem tudom megmutatni. És a... Szintén 72-es. A... AN-14 méhecske. Ez a katonai változat. Ezt én még láttam gyerekkoromban Balatonon egyszer. Egész alacsonyan repült. Azóta aztán soha többet. Egyszer is utoljára. És szereztem még egyet. Csináltam egy polgárit. Polgári változat, a szélafotos. Na, azt hiszem a oroszok lementek, mármint a NDK orosz gépek. Hát nálam ezek a fontosabbak inkább, de azért van egy nagy ritkaság azért. Ez a DC-8-as. Ez sem a első dobozos, ami nekem megvolt, még a KLM ilyen csíkos volt, úgy emlékszem. Ez egy más masztisztát adott hozzá, de ez szintén a Holland Légitársaság gépe. Hát ennek az ára, azt mondják, hogy ezek az NDK gépeknek az IBN átban 80 ezer forintot is elkérhetnek érte. Ha. Caravelle, francia. Ezt összerakva szereztem. Teljesen épp. És a Stabdraken. Hát nincs meg, csak a doboza. Ez a kis. És még egy 1.72-es, ez a IL-4-es. Szintén NDK. Az óra egy kicsit furcsa, a Vezda is sokkal jobb. De azért akkor még jó volt. Ez egy ilyen nagy. Nem bomba, inkább légiakna ez ilyen, úgyhogy csak hajók ellen használták. Hát azt hiszem, azért nem tudom, ki csinált ilyet gyerekkorában, de én csináltam ilyet. Ez NDK papírrepülő. Ez IL-14-es. Egy az 50-es. Általában az NDK papírrepülők mind egy az 50-esek voltak. A Lajotös és Rata,
16-os nem találtam meg, el van nagyon, mert szerintem nagyon. Szekrénynek polcon, meg kéne halászni mindent. Ez egy papírata, egy az 50-es. Ezeket már nem rakom össze, ezek megmaradtak, illetve megvoltak, csak úgy szereztem, hogy legyen egy ilyen is. Szul 9-es. Mi 19? Ez ilyen ezüstpapíros volt. Na, kivágtam valamit. Suho is. Ezek mind megvoltak, csak ez már nincsen meg. Körülbelül 100 ilyen NDK papírrepülőt raktam össze. Elköltöztem, már nem tudtam elhozni őket. AM-14 méhecske, szintén egy az 50-es. És egyetlen, ami megmaradt, az ő. Na, ugye jól eldugtam be. Itt van mögött, és nem látom a kamera miatt. Ez egy JAK 25-ös. Ez maradt meg az NDK-ból, ami összerakott. Ez egy szintén egy az 50-es. Hát, szerintem most már ami NDK-ban, azt megmutattam. Van persze ilyen játékok, ilyen harckocsik, egy az 50-es lentkerekes, de hát azt majd egy másik műsorba. Nem tudom, ki gyűjt játékot nekem, rengeteg játékom is van régi. Ezek a vasúthoz való kis járművek. A vasúta, vagyis az a H0-as, az 1-87-es. Hát ez egy másik kategória. Na, sziasztok majd. Mi lesz a következő, még nem tudom.